Idén is megemlékeztek Kisteleken a Nemzeti Összetartozás napján. Nagy Sándor polgármestert kérdeztük. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján emlékezünk meg a magyarság az egységről és történelmi sorsáról. A napot 2010-ben nyilvánították Nemzeti Emléknappá, így is erősítve a nemzeti összetartozás érzését. Hagyományosan idén is az első világháborús emlékműnél emlékezett meg a város a trianoni békediktátumról, valamint annak következményeiről. A városi rendezvényen Harmad Dorina és Cinkóci Gyerne, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum tanuló is részt vettek. Ott várj elemérni, nincs vallás. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem. Ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is ráfeszítetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, szeretném égetni reszketők lelkébe, lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged. Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod dobogót sejmére, ezt ha belevésed kardot pengéjébe, halottak országát feltámasztod véne. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőd neked. Asszony, ki tanítod, áldott leszel. Ki ennek élsz, dicsőséget mondod. Polgár, ki ezzel kelsz, új hazát szereztél. Magyar, a szent hittel mindent visszanyertél. Mert a hit az erő, mert aki hisz, győz. Mert az minden halál és kárhozat fölött, az élet urával szövetséget mondod. Annak nincs több bírjén, mitől megijedjen. Annak vas a szíve, minden vésszel szemben. Minden pokol ellen, mert véle az Isten. Annak lába nyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az eltiport mező. Édes madárdaltól hangos lesz az erdő. Napsugártól fényes lesz a házatája, mézes a kenyere, boldogság tanyája, minden nemzetségén az Isten áldása. Magyar, te most árva elhagyott veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tiéd a jövendő. Magyar, legyen hited, és lészen ország. Minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten, aki néked címered megadott. Szíved is dobogja, szabad is hirdessen, ajkad azt nevegjen reggel, délben, este, véreddi, hogy váljon az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. József Attila, nem, nem, soha. Szép kirkes Kolozsvár, Mátyás büszkesége. Nem lehet, nem, soha, Oláország éke. Nem teremhet bánát, a rásznak kenyeret. Magyar szél fog fújni, a Kárpátok felett. Ha eljö az idő, a sírok nyílnak fel. Ha eljö az idő, a magyar tartok el. Ha eljö az idő, erős lesz a karunk, várjatok testvérek, ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre, vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent letépünk. Az lesz a viadal, szembeszállunk mi a poklók kapuival. Gömbölve rohanunk majd, mint a tenger ár, egy csepp vérig küzdünk, s áll a magyar határ. Teljes egészében, mint nem is oly régen, és csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, fut a gaz előlünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az égig, haragos szózatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb hazánk, nem, egy arasszal sem. Úgy fog tündökölni, mint régen, fényesen, magyar lónán, hegyen, egy kiáltás zúg át. Nem engedjük soha, soha Árpádon át. Majd Nagy Sándor polgármester, Domonics János alpolgármester, a képviselőtestület jelenlévő tagjai, dr. Kunstár Pálné, Sándor Szidónia, Tóth Szabolcs, Sejben József és Antal Imre plébános helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere mondta el megemlékezéssel kapcsolatos gondolatait. Azt gondolom, nem is talán településként kell ezt megfogalmazni. Szerintem nekünk magyaroknak kötelességünk megemlékezni, mert a magyar nép életében azt gondolom, ez egy tragikus időszak volt. És azok, akik egyébként történelemből tanulhattuk, és nem éltük már meg nyilván ezt az időszakot, azok sokáig nem is tudtuk pontosan, hogy mi történt. Én mikor általános iskolás vagy középiskolás voltam, akkor Trianon béke diktátumot, bocsánat, megemlékezni, vagy akkor ünnepelni, vagy éppen bármit tenni, hát akkor az nem ment. És legalább eljutottunk odáig, hogy tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy egyébként mit veszítettünk el, tudjuk azt, hogy mit vettek el tőlünk erőszakkal, és nem sajnálkozni kell, azt gondolom. De mindenképp egyrészt tiszteletbe tartani, fejet hajtani, hogy akkor a magyarok mit akartak és mit próbáltak meg, és mint amit napjainkban is látunk, hogy milyen a nagy politika, sokszor egyébként egy kisebb nemzetet kiszoríthat, hogyha esetleg más a véleménye, akkor is valljuk őszintén, majdnem mi jártunk a legrosszabbul. És most, hogy itt volt mondjuk Imre atya, aki erdélyi születésű, akkor méltán kérdezhetjük azt tőlük, hogy ezt ők hogy élték meg. Akiket valóban elszakítottak, mi bocsánat, még csak itt maradhattunk. És sokszor, mikor Erdélybe járok, vagy elszakított területeken, rádöbbenek arra, hogy azért azok, akik ott magyarok tudtak maradni a sok bántás mellett, akkor nemhogy egy ilyen megemlékezés, hogy legyen ez város, vagy épp a polgármester, hanem méltó, nagyon méltó tisztelet jár nekik. Úgyhogy én azt gondolom, ez kötelességünk, és kötelességünk a továbbiakban is minden utókor annak valamennyi tagjának, hogy ilyenkor legalább, hanem is az év minden napján hajtson egy fejet. Vállalkozói fórumot tartottak Kisteleken. A rendezvényen stábunk is részt vett. A Csongrád-Csenád megyei kereskedelmi sikvarkamara és annak kisteleki térségi szervezete vállalkozói fórumot tartott a Kleebertberg művelődési központban. Fekete Istvánné térségi vezető köszöntötte a résztvevőket, és Kőkúti Attila, kamarai elnök kezdte meg a beszédeket. Hát nézzük meg a számokat egy kicsit, nézzük meg a megyében milyen számaink vannak. Ugye itt látszik a fogyasztói árindex és a GDP alakulása. Ugye az a baj, hogy az a zöld vonal az nagyon elindult fölfelé, és hogyha megnézzük a legújabb, legfrissebb KSH adatokat, akkor még ijesztőbb számokat látunk, senkit nem szeretnék ijeszgetni, de épp az előbb itt szűk körbe beszélgettük, hogy a felszámolási eljárások száma az nagy mértékben megnőtt, az nem túlságosan jó jel, és azok az árváltozások, amik mind az iparban, mind a mezőgazdaságban vannak, ugye a mezőgazdasági területen gyakorlatilag 50% a legfrissebb adat, ipari területen pedig 30% az árváltozásnak a mértéke. Ez a grafikon is ezt próbálja érzékeltetni. És hát nézzük meg a megyei helyzetet. A bal oldali ábrán látjuk ezt az úgynevezett GDP olvót. A megye számai a kékkel jelölt vonalon vannak, Magyarország átlagos GDP folyamata pedig fönt ezen narancsárga vonal. Ugye látszik, hogy az olló sajnos ez nyílik. És hogyha megnézzük, hogy a különbségek alakulása hogy alakult az elmúlt években, akkor látszik, hogy gyakorlatilag folyamatosan nőtt a különbség, talán most egy picit stagnál, most úgy néz ki. Hát a fő cél az, hogy hogyan tudjuk ezt a dolgot összezárni, párhuzamossá tenni, és hát ne vagy Isten összezárni egyszer. Úgyhogy ha itt a kamarai célokról majd, amikor fogok beszélni, akkor az egyik fő cél, hogy ebben hogy és miképpen tudjuk a vállalkozásokat segíteni, támogatni. És akkor nézzünk néhány adatot. A 892 ezer vállalkozás, mint a jobb oldali számokat próbálom magyarázni, hogy mit jelent. Ebből a megyében 35 ezer vállalkozás van, tehát erre a 35 ezer vállalkozásra látunk rá, mint megyei kamara. Összesen 3.187 ezer foglalkoztatott van, és ott látszanak az árbevétel adatok. És nagyon beszédesek a számok, ugye ha megnézzük a vállalkozásokat és osztályozunk azt szerint, hogy hol nincs alkalmazott, hol csak egy fő, hol 2 és 9 fő között, hol kisvállalkozásról beszélünk, hol középről, hol nagyról,
és megnézzük, hogy ennek a vállalkozásoknak a számszerű összetétele milyen, akkor azt látjuk, hogy rendkívüli mértékben eltolódik az egyszemélyes vállalkozások. Mi látjuk 68%, a következő a 2 és a 9 fő közötti az 22%, és az árnyalatban jövő 3,3 az azt jelenti, hogy gyakorlatilag átlagosan 3,3 főt foglalkoztatnak ezek a vállalkozások. Tehát rendkívül szétaprózódott a magyar vállalkozói struktúra, kis vállalkozások látszik közép, és ha megnézzük a létszám, hogy milyen létszámot foglalkoztatnak ezek a vállalkozások, akkor látjuk, hogy a KKV szektor foglalkoztatásban betöltött szerepe az jelentős a nagyvállalatok mellett. Tehát foglalkoztatás politikai szempontból a KKV-k egyáltalán nem elhanyagolhatóak, nagyon fontosak. És ha megnézzük az árbevételeket, akkor ott már azért egészen más számok vannak. Látjuk, hogy az egyszemélyes és a 2 és a 9 fő közötti vállalkozások az gyakorlatilag az az árbevétel arány, amit elérnek, az nagyon szerény, 4% és 9%. A kis vállalatok azok 14%, a közepesek is csak 14%, és hát a nagy multik hozzák itt gyakorlatilag egy jelentős árbevételt, ugye 59%. Következő számsor az egy főre jutó árbevétel, ez egy jellemző szám, aki ugye céggel foglalkozik, az figyeli ezeket a számokat mindig. És hát nézzük meg, hogy az egy fő cégnél ez 8,8 millió forint, a 2 és 9 fő között 18,8, és aztán megyünk tovább, 35, 53 és 82 millió forint az egy főre jutó árbevétel. Itt egy érdekes számot szeretnék mondani. Megnéztem Ausztriában hány vállalkozás van, és az, ami a gazdaságban mérvadó vállalkozás, ugye ott nem számolják bele az olyan egyszemélyes vállalkozások, mint könyvvizsgálók és hasonlók, nálunk ezek bele vannak számolva ebből a statisztikában, tehát nehezen összevethető a kettő, de mégis az arányok azért beszédesek. Ott 320 ezer olyan vállalkozás van, ami a gazdaságban számottevő szerepet tölt be, nálunk ugye ez gyakorlatilag jóval több, mint 800 ezer. Körülbelül akkor a országról beszélünk, mint Magyarország. És ha megnézzük az egy főre jutó árbevételt, akkor az a családi cégeknél, egy ilyen adatot találtam, a családi cégeknél, ott, ahol kevés foglalkoztatott van, ott ez 90 millió forint válszámon, egy főre. Az egyszemélyes vállalkozásoknál is 90 millió forintos a nagyságrend. A közepes cégeknél is 95 milliós a nagyságrend. És hát a nagy cégeknél, Ausztriában 130 millió forint az egy főre jutó árbevétele. Tehát amikor keressük a különbséget, és majd itt néhány számnál meg fogunk állni, hát akkor valahol itt kell megtalálnunk azt az utat, hogy elérjük ezt az állított ausztriai szintet. Majd Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere folytatta. Tisztelt elnök úr, kedves vendégeink, jelenlévők, én is szeretettel köszöntök mindenkit, Isten hozott mindenkit Kisteleken. És azt gondolom, mint a város polgármestere, leginkább azt tenném föl magamnak a kérdést, hogy az önkormányzatok hatással tudnak-e lenni a gazdaságfejlesztésre? Vagy milyen hatással? Szoktuk ezt nevezni fogadóképességnek, meg mindenféle szavakat használunk. Elsőként azt látom, hogy nem biztos, hogy megteszünk mindent. Azt is látom, hogy ennek vannak objektív okai is, hiszen hogyha visszanézünk, mi a francért ugrott át a gazdaságfejlesztés a Délalföldet, és egyből átugrott Arad és Temesvárra. Hatással volt ránk a jugoszláv háború. Majd egyébként mi önkormányzati vezetők, nem tudom mikor ismertük föl azt, hogy egyébként akkor tudunk fejlődni, ha adóforint és munkahely van a településen, és az egyébként utána közvetett, bocsánat, hogy ezt mondtunk, gazdagodást jelent. Mi Kisteleken azt csináljuk már régóta, hogy a rendezési tervünk, mint törvény, fogadóképessé tette a vállalkozásokat. Abban a szerencsés helyzetben van a térség, hogy az egyik legnagyobb logisztika az autópálya megy el át rajtunk, és ezt ha akarjuk, ha nem, tud indukálni gazdaságfejlesztést. Hogy jósá fárkodunk-e ezzel, vagy nem, az egy kérdés. Mi Kisteleken 300 hektárra tettük rá a kezünket, és az autópálya és a település között
gazdaságfejlesztési övezeteket hoztunk létre, a belterületen pedig ipari park címmel rendelkező területeket hoztunk. Majd láttuk, hogy ez kevés, ezért azt ajánlottuk föl, csúnya szóval, hogy a pályázatokat, a befektetőket úgy tudjuk segíteni, ha a területért először nem is adunk pénzt, vagy nem is kérünk pénzt. Bérleti szerződés, vételi opcióval, akkor még ez lehetett. Ide jött körülbelül 20-25 csarnok, amire joggal kaptam azt a kritikát, hogy egy pár közülük fantomberuházás, üres, a pályázati lehetőséget használták csak ki. És mindenkit megnyugtattam, építésstatikus mérnök vagyok, ezek úgy meg vannak csinálva, hogy egyet se fognak innen elvinni. Az lesz az érdek, hogy használják. Tehát elindítottunk egy olyan folyamatot, ahol viszonylag csökkentettük a befektetőt energiát a vállalkozó részéről. Mi egyébként igyekeztünk mindent megtenni, akkor még az építési hatóság is itt volt, hogy minél gyorsabban építési engedély, legalább egy befogadó, stb. Hogy egyébként tudjon útjára venni, meg kiki a maga lobbyjával megpróbált ebben a háttérben segíteni. Szerintem, hogy ez sikeres, nem sikeres, sok megszületett. Majd egyébként azt is láttuk, hogy hogyan lehetne nyitni a nagyok felé. És ez egyébként mit hoz, vagy mit visz. És jelentem, most már nyugodtan elmondhatom, jött ide egy Réhautól kezdve sok nagy cég. Csak csináltak egy piackutatást, 700 munkahely jött volna létre, és Kiskunhalagy és Kiskunfélegyháza Csongrád kört bejárva az erre kifejlesztett tudás és cég 126 főig jutott el, aki egyébként itt munkavállalóként meg tudna jelenni. Tudomásul kellett vennünk, hogy ez a térség nem abban erős, hogy nagy létszámú munkahelyek jönnek létre, hanem abban, csak hogy logisztikai fekvése az egyébként jó. Ezután Kiris Tibor, az Értő Kft. Ügyvezetője, a Kamarai Pénzügyi Alapok munkabiztonságának tagja, a pályázás segítő folyamatokról beszélt, és tanácsokkal látta el a megjelenteket. Majd a kamaránál elérhető forrásszerzési lehetőségekről beszélt Kriston Katalin, a Csongrád-Csenád megyei kereskedelmi és iparkamara munkatársa. A fórum végén átadták a Kistelek térségért díjat, amit Csókási Beáta vehetett át. Aki a Mester Kétkeréken verseny országos döntőjében, Kurusz Krisztián, a Csengelei Általános Iskola tanulója fogja erősíteni a Csongrád-Csenád vármegyei csapatot. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Kerékpáros iskola kupa, és ki a Mester Kétkeréken. Elnevezésű kerékpáros elméleti és ügyességi versenyek Csongrád-Csenád vármegyei döntői kerültek lebonyolításra 2023. május 6-án Szegeden, a Csongrád-Csenád vármegyei rendőrfőkapitányság vármegyei balesetmegelőzési bizottság rendezésében. Kistelek járás képviseletében a járási döntő legjobbjai, a kisteleki, csengelei és pusztaszeri általános iskola diákjai indultak el a versenyen, ahol egy élményekben gazdag, izgalmas megméretetésen mutathatták meg a tudásukat. Aki a Mester Kétkeréken versenyen sikerült a fiú kategóriában elnyerni az első helyet, így az országos döntőben Kurusz Krisztián, a Csengelei Általános Iskola tanulója fogja erősíteni Csongrád-Csenád vármegyei csapatot. Ötletek a biztonságért. A kisteleki rendőrkapitányság tanácsai fiataloknak. Ötletek a biztonságért. A játszótéri mókázás remek dolog, de vigyázz magad és mások testépségére. Vigyázz, a mély víz nem veszélytelen dolog. Felhevő teste, ittasan, különösen veszélyes lehet a fürdőzés. Csak a kijelölt helyeket használd fürdőzésre. Védőfelszerelések használata, a kerékpározás, gördeszkázás, görkorizás, rollerezés, biztonságos társai. A fesztivál szezonban bulis sokat, fogyassz mértékkel, ne feszegesd a határaidat. Tájékozódj előzetesen a programokról, helyszínekről. Mindenkit hazavárnak. Reszkessenek inkább a betörők. Ne tedd közzé a neten, hogy üres a ház, ráér a posztolás a kirándulás után is. Légy mindig elérhető a családod, ismerőseid részére. Jó, ha tudják, hogy biztonságban vagy. Értéktárgyaid ne tarts szem előtt a strandokon, nagy tömegeket vonzó rendezvényeken. Kisgyermekek, házi állatok a felhevült, lezárt autókban nagy veszélybe kerülhetnek. Hívd a 112 és segélyhívót, ha bajba kerültél. A Kistelki Rendőrkapitányság ingyenes kerékpáros regisztrációt biztosít a Bike-Szi program keretein belül a Kistelki Rendőrkapitányság épületében. 2023. június 30-án pénteken délután 2 és 4 óra közötti időben. Kérjük hozzá magával a következőket: kerékpárját, személyazonosító igazolványát,
kerékpár tulajdonjogát igazoló iratot, amennyiben van kerékpáros igazolvány, számla, nyugta, blokk, adásvételi szerződés, garanciajegy, elszámla.